Színhely Csizuton. Verőfényes nyári nap. Az év egyik legszebb napja a városban. Smith szupernagyi éppen most nyeri meg az idei Csizutoni teniszbajnokságot. Közben Bernhalder Campbell is úgy érzi, felvirrat rá a szerencse napja. 13. rész. Szupernagyi és az elveszett kígyó. H1344R. H1344L. Sikerült, fiúk! Gazdag vagyok! Mérhetetlenül gazdag! Megnyertem gazdag, a főgyereket! Tényleg, főnök! Ez aztán a jó hír! Ma mindenki a Kebel barátom! Még te is, Kuli Lil! Végül is te beszéltél rá, hogy sorsjegyet vegyek! Ki fizeti a kávékat, vagy nem fizeti ki? Nem csak a kávét fizetem ki, drága Kuli Lil, hanem még ráadást is kapsz tőlem, tessék! 50 pennyt! Tudom, már egyszerűen nem bírok a jó szívemmel. Gondolj csak el, Dagi fiam! Nem lesz több garasoskodás. Tárvál előttem a jólét kapuja. Csupa helye ujja, tálidó lesz az élet. 10 000 font, és mind az egyéb. Ördöges pakol! Butyan, bamba, butyit a bányaré! Maga! Madartalan, magzatlan brigand! Vissza a stekszel, nyanya! Oh! Gyerünk, megkeressük! Ott repül, bácsikám! Hiába minden úgy jár rajta, mint a vasvillával hánytak volna rá. Komolyan? Bizalmaskodni merészel velem? Mit képzel? Szép időnk van ma. Nem, de... Hoppá! Piszkavas banyák, hova tűnt a sorsjegy? Ott van! Főnök, ott van, nézze! Félre az útból, alá bufáviázok! Várjon! Talán hozzám szólt. Csak nem guberálni akarik, mert az tilos. Várjon! Maga ortopéd ögyvere jutsa kevény. Várjon! Bácsikám, most miért fogunk kezdeni, főnök? A szeméttelepre megyünk. Nyomás! Halla, Kebel úr! Hova ilyen sietve? Ne légy kíváncsi, szuperszipirtyó. Ó, remélem nem felejtett el, hogy ma lesz az árvák délutánja, ha lenne szíves hozzájárni. Nyafogó árvák, nyafka vénasszonyok, van nekem fontosabb dolgom is maga ódon, aszalt szilva. Pénz história, ha nem tévedek. Nem sokkal ezután történt. Olyan, mintha egy gombost is keresnénk a szalmakazalban. Ne maradj! Na, ezt nézd meg! Hurrá, főnök, megtaláltam! Te drága látos, te ragyogó, sziporkázó, drága kő! De a véletlen folytán a mai napon blitzelő Bill, az iskola kerülő is a Csizutoni szeméttelepen vert tanyát, és éppen banánt evett. Így aztán... Te megveszekedett, esztelen trotli! Ott van, főnök! Utána, mozgás, fiúk! Semmi baj, bácsikám, én látom! Mász be, érte, öcskös! De ebben a szent percben... Csak nem ejtett bele valami fontosat a kanálisba, Bernhalder Campbell.
Én? Fontosat? De hogy miből gondolja? Azt nézem, nem lesz-e földrengés. Mi lenne, ha adakozna valami keveset a tea délután alkalmából az árvák tortájához? Mi lenne, ha elpedálozna? Szíves! Gazdagság, gyönyörű gazdagság, jaj! Bácsikám! Jaj, ne! De még nem veszett el minden. Hello, a Chiseltoni csatorna tisztító társaság? Hello, igen, Patkinson Petronius beszél. Kérem, uram, én elvesztettem egy sorsjegyet, azaz, hogy belesett a csatornába, pedig nyertem vele egy-két garast. Ah, értem. A Chiseltoni főutcán történt, hogy egész pontos legyek. Úgyhogy nagyon hálás lennék, ha valamelyik munkása megkeresné. Nagyon sajnálom, uram, a munkásaim jelenleg, de a szünetet tartanak. Meglátja, nem leszek hálátlan. Ebben az esetben tisztelt kedvelünk, bízza csak rám. Mindjárt fogsz patkányzom melónkakat. Sajnálatos módon a biztató kezdet ellenére viharfelhők kezdtek gyülekezni Chiselton egén. A városháza dísztermében még valaki osztozott Pernahajder Campbellék balsorsában. Miért itatja az egereket ilyen keservesen, kedves Petúnia? Jaj, szuper nagy! Hiszen tudja, mit várnak tőlem az árvák te a délutánján? A Chiseltoni nőhegylet minden egyes tagja bemutat valami produkciót. Bűbáj, baba, bűvész, zsonglőrködik. A Chiseltoni legényegyett zenekar a tázdalokat játszik a piciknek. És én a kígyó bűvölő számomat szoktam előadni, de most... Most mi történt, Petúnia? Hogy mi? Elveszett a kígyó. Jó, és... Sziszi-puszi nélkül nem adhatom elő a számomat. Sziszi-puszi? Micsoda? Hogy micsoda? Ő a kígyó. Igen, persze. Elveszett egy kígyó? Igen, és meg kell találniuk Póré Rupert. Az árvák tea délutánjára, ami ma lesz. Minden évben előadom nekik a számomat, és most szegénykék csalódni fognak benne. Bízzál csak rám, hölgyeim. A megtalálónak jutalmat fizetek. Komoly jutalmat. Jutalom? Jól hallottam, hogy jutalomról beszélt ez az aranyszájú nő. Ki segítene bennünket pillanatnyilag, amíg be nem sepré a főgyereményt, igaz? Persze nem igazi kígyóról van szó, biztos. Nagyon sürgős. Nem. Nem. Csak egy régi porszívó gégecsöve egy kígyó fejjel a tetején. Én játszom neki furuján, ő pedig előbújik egy fonal segítségével. Véletlenül másnak a kosara akadt a kezembe, amikor leszálltam a buszról. Ne aggódjék, hölgyem. Én és az embereim azonnal kézbe vesszük a dolgot. Látjátok ezt, fiúk? Én nem szeretem a kígyókat, főnök. A semminél még egy kígyó is jobb. Közben Campbellék talpa alatt Chiselton csatornáiban lázas munka folyik. Patkinson Petronius és kis segítőtársa Patkányson az elveszett sorsjegyet keresik, amíg fent a napvilágon. Hol vagy, kígyó? Csuszi-puszi-sziszi! Csusszál, másszál elő, kígyócska, gyere! Csuszi-puszi! Sziszek-sziszi! Elnézést, asszonyom! Nem látott véletlenül egy kígyót el? Sziszi! Szép sziszi! Én csak a kígyómat keresem, asszonyom, itt van úgy oda. Kígyó! Jaj!
egész Chislingtont átfésültük már ezért a tögért. Híre hanva sincs. És a jutalomnak lőttek. Szerintem egy jó vastag Gillis, de legalább úgy megtesz... Ostoba tökfej! Megvan. Igen, ez az. Mi van meg? Várj. Ide néz. Sziszi közönséges kerti kígyó, igaz? Igen. Tehát, ha nem találjuk meg az igazi Sziszit, keresünk helyett egy pótlékot. Honnan, főnök? Szerinted általában hol rejtőznek a kígyók? A dzsungelben? A városban, te baba pikmak. A Chislingtoni állatkertben. Ilyen ördög, ilyen galád terv csak is Pernahajder Campbell agyából pattanhatott ki. Majdnem jó. Szerusztok, fiúk! Szerusztok, kislányok! Jó napot! Jó napot! Az állatgondozó vagyok. Szólítsatok Tarzannak! Örülök, hogy eljöttetek a Chislingtoni állatkertbe, ahol ma bemutatok nektek néhány egészen különleges állatot. Már láttok is egyet. Ez itt a csodálatos Rita, a Phantom kakas. Nőnemű vagy hinnemű kakas? Hát sajnos azt nem tudjuk, de a tudósaink biztosan ki fogják deríteni. Az pedig ott Dick, a kék tüskés sündisznó. Állatkertünk különleges látványossága még Miki az egér. Sajnos most nem látható, elbújt. A vausonunk, főnök! A csúszómászók házába izom. Nincs neve, mert önkényesen hatolt be ide. Az az állat pedig a kék róka színű belga patkány. A neve Nana. Előre, fiúk! Pontosan ebben az időben történt, hogy Frank Fisher, a gyanútlan horgász néhány percet az étkezés örömeinek akart szentelni, és kinyitotta a kosarat, amelyben ebéd helyett... Igen, Sziszi, a kígyó végre felbukkant, miközben Campbell és társai. Igazán hasonlítanak egymáshoz, ugye, fiúk? És most indulás a jutalomért! Előre! Ez az a hely, ahol amennyiben pénzt kapunk rá, egy csomó elefánt lesz. Hé! Hova viszik a trópusi erdőmet? Dobjátok le! Na hát, a gyerekek előtt! Szép kis példa. E percben vett teljes fordulatot Pernahajder Roderick Campbell szerencséje. Ez lesz a patkászon! Biztos, hogy ez az! Csak hát a sors. Természetesen a Chislingtoni rendőrség sem tétlenkedik közben. Kígyózó sorban kutatják a kígyó nyomát. Sárkányod, Ben. Aha. Ez igen. Aerodinamikai szempontból pompás. A Chislingtoni parkban fogod felbocsájtani? Igen.
Nem mehetnénk mi is oda, nagypapa. De, miért nem mehetnénk mi is? Fordítsd meg, Edison! Rajta! A városháza dísztermében. Még mindig semmi hír, Petunia? Semmi, szuper nagyi, és az árvák minden percben megérkezhetnek a te a délutára. Igyál egy viszkit. Gyere már! Futás! Ki tudja, hol senyvedhet közben az én kis sziszi-puszikám? Szuper nagy, tegyen már valamit! A csodába tép ilyen lóhalálában az öreg szupercagyom. Sziszi-puszit akarjuk! Sziszi-puszit akarjuk! Sziszi-puszit akarjuk! Sziszi-puszit akarjuk! Sziszi-puszit akarjuk! Sziszi-puszit akarjuk! Itt a kígyója asszonyom a sziszi-puszi névre hallgat, a becsületes megtaláló vagyok. És most várom a nagy összegű jutalmat, Begónia kisasszony. Én nem Begónia vagyok, hanem Petúnia. Petúnia Prézli. Mindegy, zöldség, zöldség. Maga nem kap tőlem semmit. Hogy? Az én sziszipuszim nem igazi kígyó. Sziszipuszi igazi műkígyó. Azt mondja, hiába strapáltuk magunkat. Szégyelje magát maga, kapsi, hapsi. Most mit kezdünk egy sörgő kígyóval? Vissza kell vinnünk, mielőtt kiderül, hogy megfújtuk a bögöt. De egy pár pillanattal később. Na végre, csak úgy idejöttél, szupernagyi. Nem tetszik nekem, hogy ez a sziszi-puszi a fejemre nőtt. Már is elviszem innen, Loncika, ne nyugtalankodj. Gyere, sziszi-puszi, indulunk. Viszlát, Loncika. Na hát, fiúk és lányok, mint tudjátok, minden délután szívesen látunk benneteket itt az állatkertben, ahol játszhattok, tanulhattok, de sajnálatomra ma délután az egyik nevezetes állat nincs itt. Igen, Brando. Az indiai mérges kígyó piton nincs itt. Mérges kígyó, jó ég! Mi folyik itt? Csak egy kis kimenő. Brando, jó ég! Kapjuk el a tolvajokat! Gyorsan, na gyerünk! Vannak a kígyórablók. Na hát már a kígyók is. Tényleg ilyen hülye? Azok ott a rablók. Még jó, hogy nem vagy még retikül. Hova futunk, főnök? Gyorsan, ide izom!
És most gyerekek, a Csizritoni táncra! Ez furcsa, Vivi. Nem is tudtam, hogy Campbellék is tagjai a tánckarnak. Ó, szuper, Nagyi! Visszahozta nekem! És épp a legjobbkor, mert most következünk. Ez meg mi? Nézzék csak, mit találtam, egy 10 000 pontot érő sorsjegy, a fő nyeremény! Hát nem csodálatos! De, valóban az. És képzelje, itt a párja, csak is ezzel érvényes. Az a sorsegy, a 10 000-rel, az enyém, az enyém. Ez a két sorsegy megoldja az árvák minden problémáját hosszú éveken át. Félre az útból átkozott épség. Árosoros éjjelszutat Nagyinak, hurrá, hurrá! Ismerd el, Perna Heider Campbell. Én vagyok a legnagyobb kis szupernagyi a világon. Háromszoros urá szupernagyinak! Hip hip! Hurrá! Hip hip! Hurrá! Hip hip! Hurrá! Várjon csak, átkozott szupernyanya! Campbelltől ezt még visszakapja! Írta Jenny McPain. Magyarban Pásztor Erzsi, Huszár László, Kenderesi Tibor. Zátányi Tímea, Igaz Levente, Horváth Zoltán, Dobránszky Zoltán, Kránic Lajos. Magyar szöveg Neményi Róza, hangmérnök Takács György, rendezőasszisztens Dezsőfi Rajsz Katalin, vágó Nyers Mária, gyártásvezető Dudás Aza, szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készül. Egyszer még megnyúzom, Superman! Főcímzene Phil Carter és Billy Connolly. Zene Anthony Isaac. Fényképezte Dave Dixon. Rendezte Anthony Simmons.